Ezeket a gondosan megmunkált csipkéket egykor Erzsébet királyné is viselte. A különleges csipkék a Gödöllői királyi kastélyból és a Magyar Nemzeti Múzeumból érkeztek a hagyományok házába. Ez pedig Sziszi koronázási ruhája, amelybe 20 kiló ezüst szálat hímeztek. A ruha eredetiét a koronázás után szétvágták és miseruhákat készítettek belőle. Ezeket jelenleg a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban és a Mátyás templomban őrzik. A Schönbrunn-i kastélyban több magyar származású felolvasónő és társalkodónő vette őt körül. Ők azok, akik egyébként felhívják a figyelmét Sziszinek a különböző magyar népművészeti tárgyakra. A monarchia máig rajongva szeretett királynéja 1881-ben az Országos Nőipari Kiállításon találkozott először kalotaszegi motívumokkal díszített viseletekkel. Ezek a ruhák annyira lenyűgözték, hogy bizalmasa, Ferenczy Ida vezetésével egy magyaros szobát rendeztetett be a Hofburgban. Először Kalotaszegre, Bánfi Hunyadra mennek, ott van Gyarmati Zsigelné, Kalotaszeg nagyasszonya, és elkezdik újra a hímzéseket elővenni, a bokályokat, és aztán az az arisztokrata úri réteg, hölgy réteg, aki Sziszi hatására elkezdi újra felfedezni a népművészetet, például a kiállításban megtalálta Izabella főhercegnő, akinek van egy fantasztikus matyósorozata, és egy Pozsony melletti szlovák faluban létrehoz egy hatalmas házipari egyletet, és úgy tudjuk kötni ezt a kiállítást is, hiszen a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumnak az egykori házipari egyletek anyagai találhatók meg. A kiállítás nem csak Sziszi személyes tárgyait, valamint matyó és kalotaszegi motívumokkal díszített textileket mutat be, de olyan mintarajzokat is, amiket eddig sohasem láthatott a közönség. Ezek egy részét ugyanis a Népi Iparművészeti Múzeum raktáraiban őrizték. Nagyon-nagyon sok dimenziós maga a munka, ami itt zajlik, és ez egyébként a kortárs kutatás és művészet területén is egy kifejezetten egy trend, hogy különböző hátterű dolgokat próbálnak egy ilyen interdisziplináris, meg különböző irányokba egy komplexebb produktumokat létrehozni. Tehát a Hagyományok Háza az, hogy az égisze alatt ennyi minden történik, és ennyire sokféle dolog zajlik, ez azt gondolom, hogy alkalmasá teszi arra, hogy adott esetben a kiállításunkban is azt a több dimenzióságot bemutassuk. Így aztán egyébként ebben a kiállításban nem csak a Népi Iparművészeti Múzeum és Cingel Szilvia vezetésével lévő csapat dolgozott, hanem a Hagyományok Házának a többi területe is, népzene, néptánc. A kiállítás újságcikkek, archívfotók és filmfelvételek segítségével idézi meg a kor hangulatát.